Hagyomány ez a rendezvény, néhány éve elkezdtünk jobban odafigyelni arra, hogy kik azok a sportolók, akik megérdemlik azt, hogy külön beszéljünk róluk, ünnepeljük őket és megköszönjük a teljesítményeket. Hát most itt vagyunk. Azt lehet mondani, hogy az egyetemnek kötelessége, feladata is az, hogyha egyszer büszke azokra a sportoló hallgatókra, akik hazai vagy nemzetközi téren kiemelkedően teljesítenek, akkor meg kell próbálkozni azzal, hogy az ő számukra támogatást nyújtsunk. Ennek a segítségnek az egyik módja az, hogy a tanulmány, az oktatás szervezése terén egyéni tanrendeket alakítunk ki, természetesen ott az olyan képzésekben, ahol erre lehetőség nyílik. Van lehetőség arra is, hogy kedvezményes vagy egyéni vizsgarendet határozzunk meg a sportolóknak, hiszen ők nekik sokszor versenyeken kell részt venni, felkészülési időszakuk van, tehát sokszor nem tudnak itt lenni abban az időpontban, amikor egyébként vizsgát kéne tenniük. Ebben az évben indult a mentor program, amely koncentráltan tartalmazza ezeket az elemeket, amelyek segíthetik a sportolókat. Sportösztöndíjat létesít és működtet már legalább egy évtizede az egyetem. Most ebben az évben is már 200-an vették át körülbelül ezt az ösztöndíjat, ami anyagi oldalról támogatja meg az ő sportolói tevékenységüket. Szeretném így is a köszönetemet kinyilvánítani mindazért a segítségért, ami által nyugodtan tudok felkészülni a világversenyeimre, országos bajnokságaimra, vagy akár az egyetem színeibe induló egyetemi országos bajnokságokra. Szeretném ezt a tudást is hasznosítani, de úgy gondolom, hogy én még szeretnék ezen felül további dolgokat tanulni, tovább szakosodni akár egyéb más dolgokra. Nagyon távlati céljaimról most nem szeretnék beszélni, de nagyon hosszan itt lennénk, úgyhogy mindig csak idézőesen rövid időre gondolok előre. Szeretnék gratulálni és megköszönni az önök által nyújtott teljesítményt, hiszen önök maguk sport teljesítményével nagykövetek, nagykövetei az egyetemnek, vagy zászlóshajói az egyetemnek, beiskolázásba tesznek szolgálatot, és a másik oldalon pedig életmódot sugároznak. Engedjék meg, hogy zárszóként még egyszer gratuláljak, és köszönjem meg a teljesítményüket, amit a tanulásban és a sportban egyaránt kiemelkedőt nyújtottak. Köszönöm szépen!